A zöld program keretében folytatódott és folytatódik a jövőben is kisebb parkok, lakótelepi házak közötti közterületek felújítása, rehabilitációja. Korábban itt játszóterek, pihenőterek kialakítására került sor, ami az utóbbi években nagyon leromlott állapotban került, és szisztematikusan az volt az elképzelésünk, hogy ezeket a területeket is megújítjuk. Most két olyan parkrészben voltunk, ahol az idei évben azt terveztük, hogy részlegesen felújítjuk ezeket, illetve ütemezve a teljes terület átépítésre kerül. Most ugye itt a Tóld és a Széchenyi utca között készült el egy terület, itt még a padok kihelyezésére várunk. Azt tervezük, hogy a középső részt, ami egy jelentősebb állomásának a felújításnak, hiszen itt egy nagy aszfaltos terület található, annak a megújítását tervezzük, és a terület első része az pedig a korábbi években került kialakítása, hasonlóan az Árpád utca és a Nagy Sándor József utca közötti területen, ahol szintén most befejeztük a munkát, kisebb átalakításokra szükség lesz még. Az Árpád utca 7-11 és a Nagy Sándor József utca 14-26 közötti zöld terület megújítására mintegy 20 millió forintot költött az önkormányzat. A környéken élők igényeinek megfelelően a pihenőparkban átkötő járdákat építettek és térkőburkolatot fektettek le. Padokat, székeket és kerékpártárolót helyeztek ki. Fákat, cserjéket és évelő növényeket telepítettek. Tavasszal az ivókutat is újra cserélik. A lakótelepi parkfelújítási projekt másik állomásán a Toldi utca 9-19 és a Széchenyi utca 8-18 közötti zöld területen is a környező házakban élők igényeit figyelembe véve zajlott a felújítás. Megújult a burkolat, és egy jó minőségű burkolat lett kialakítva. Növénytelepítések történtek, szegélyépítések történtek. Adódott egy olyan probléma, hogy a már meglévő szegélyt is fel kellett újítani, amit itt látunk a hátunk mögött egyébként, ami egy teljesen új támfal épül gyakorlatilag, mert nem lehetett megmenteni a régi 20-30 éves támfalat. Tehát ez volt a beruházás nagyobbik része, most ez történt meg, történik majd még eszközkihelyezés, ez a tavasz folyamán lesz megvalósítva eredeti tervünk szerint, de amennyiben igény merül fel, akkor ezt még most a télen is meg tudjuk oldani. A másik részen is hasonló felújítás adódik majd, tovább vezetve ezt a burkolatot, ami most itt van, ugyanúgy parki eszközök kihelyezése, tehát a lakók kérése az egy pihenőpark létrehozása volt ebben az esetben. A beruházás mintegy 20 millió forintba került, és a második ütemre is ennyit szán a kerület tavasszal. A következő évre további területek megújítása is tervben van. Például egy nagy és jelentős feladat lesz az úgynevezett Széchenyi Park felújítása, átépítése. Ha erre nem nyerünk pályázati pénzt, akkor saját forrásból ütemezni fogjuk ennek a felújítását. Vekernél lesznek még hasonló munkák, hiszen a Bárci térnek a teljes átépítését, új alakítását tervezzük. Ugye idén a futókör készült el, de láttuk ennek a átalakításnak a során, hogy vannak még igények és vannak még feladatok itt a területen, illetve hát az Oltán utcai pályán egy egyeztetés után fogjuk majd megvalósítani egy újabb pályázati kiírás által azt, hogy azt a területet valóban, amit már korábban terveztünk, át tudjuk adni a kispestieknek, vekerlieknek, és szabadon és ingyen használhatóvá tegyük egy szabadidő park keretében mindenkinek, azoknak is, akik a környéken élnek, meg akik távolabbról szeretnék használni majd ezt a területet. A költségvetés tervezése most zajlik, és ezek a projektek a zöld program folytatásaként kerülnének be a jövő évi büdzsébe, amennyiben a testület elfogadja az erre vonatkozó javaslatokat.